neked van egy szenvedélyed, vagy van egy hobbid, amit meg már volt a Angliában nyoma, tehát a műgyűjtő vagy, és volt már kiállítás, hogy a Bécsben is lehet, hogy lesz ilyen kejtes Tervezem meg mit látunk most a képen? Abszolút, tehát amit itt látunk, ez, ez még Oxfordban volt, ez volt a másik ilyen uh, búcsú, búcsú projekt, ezt a kollégium segített, hogy hogy megvalósítsam, és nagyon komoly, komoly támogatást kaptam. Ez egy kiállítás, egy Szabó Lajos nevű kaligráfus, filozófus, matematika filozófus képeiből. Ő a, a század első felében, és 1967-ben halt meg, tehát ő egy 20. századi a, a figurára gondoljunk, megjárt a holokausztot, egy nagyon izgalmas gazdag, gazdag élete volt, és egy nagyon nagyon speciális, de nagyon gazdag életművet hagyott maga után. Talán, ha így a hallgatóknak be tudom kapcsolni, a, a Hamvas Bélát ...hoz lehet őt kötni, Hanvas Bélával és egy, egy harmadik barátjukkal, társukkal, kollégájukkal, egy Tábor Béla nevű filozófussal hárman uh, folytatták az úgynevezett csütörtöki beszélgetéseket például, amik 45 és 48 között, tehát a, a, a koalíciós években egy ilyen iszonyatosan izgalmas szellemi, szellemi közeg voltak, és akkor az 50-es évek elején, amikor ez bezárult, akkor ő a rajzolás felé vette az irány. Ő addig is foglalkozott művészetteóriával, ő egy művészetteoretikusa volt egyébként, a, a, akinek van módja, most ez, a, a, ez, egy európai iskolának hívták ezt a művészeti irányzatot, Bálint Endre, Gedő sok-sok neves 20. század második fele magyar művészet tartozott ebbe a művészeti irányzatba, és jelenleg szentenné van egy nagyon komoly kiállításuk. Szabola és ezeknek mind a barátja volt, és ő akkor még csak teoretikus volt, de aztán rajzolni is kezdett. Különböző módokon egyébként szintén Sirály lázton keresztül a gyűjteményének egy, egy komoly részétén egy jó pár évvel ezelőtt megvásároltam, és ebből látjuk most ezt a kiállítást. Ezek nagyon izgalmas, filozófusnak is, matematikusnak is, talán műértő és művészet iránt érdeklődő embereknek egy nagyon izgalmas anyag szerintem, és ezt, ezt mutattuk be Oxford a 22, 22 tavaszán, tehát az utolsó, utolsó időszakban, amikor én már búcsúztam, a hölgy, aki mellettem ül a képen, ő, ő volt a kurátor, ő egyébként egy részben magyar származású, de alapvetően egy ír angol, angol hölgy, Niko, ő segített így szakmai oldalról ezt a kiállítást így összehozni, ő is egy jó barát lett, volt egy nagyon jó beszélgetés, ez abszolút része, része az én életemnek, és igen, ezt ez, ez meg fogjuk valamikor Bécsbe is csinálni, abszolút. Még keressük a legjobb lehetőségeket, hogy pontosan hol tudjuk ezt. És egy matematikusnak, hogy lesz a, a műgyűjtés nem tudom, hogy én, mint matematikus vagyok-e, hát a műgyűjtő az egyébként talán egy kicsit erős, így, így szoktam egy-két dolgot vásárolni, de inkább azért mű befogadó próbálok lenni. Vannak kapcsolódási pontok, és a, 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 a geometrián, az absztrakción keresztül absz abszolút érzek kapcsolódási pontokat. Először az írásaival találkoztam, nagyon komoly, írásai vannak matematikáról, halmazelméletről, művészeti kritikáról, ő egy ilyen nagyon gazdagon gondolkodó és nagyon érdekes dolgokat írt. Surányi László egyébként valamennyire a, a tanítványa, és inkább, inkább Bélának, de, de ez, ez, abszolút, ez a, ez a közeg, ez az ő közvetítésével jutott el jó párunkhoz egyébként a, gimnáziumi osztályból többen különböző módon vele csatlakozunk ebbe. Engem a művészet része érdekelt a legjobban. Ez a 20. század második felének az absztrakt, első felének, második felének az absztrakt művészete engem mindig nagyon érdekelt. Egyébként azt, én nekem már vangoktól kezdve ehhez vezet egy ilyen fejlődési irány, hogy hogy uh, impressionizmus, posztimpressionizmus, ami rám nagy hatással volt inkább a kamaszkoromba, aztán kicsit absztraktabb irányba, expressionizmuson keresztül, és ez... Ez valamilyen ilyen extrémen letisztult művészete, ami Szabolajosé, és engem ez iszonyúan érdekel. Az abstrakt része, ezeket gondolatkaligráfiáknak hívjuk néha, egy kicsit olyan, mintha írás lenne, de igazából, igazából nem az, a vonal iszonyú fontos, ami egy matematikusnak is egy nagyon fontos fogalom. Tehát szerintem itt, itt én úgy érzem, hogy sok kapcsolódási pont van. Én ezt, ezt, ezt csak nagyon érdekel. lajoszabó.com ezt mi tartjuk fönt, és ott rengeteg mindent meg, meg lehet találni. Volt már több helyen kiállítás, Budapesten is volt kiállítás egy pár évvel ezelőtt, a Kettőbbi Galériában, a Rádai utcában, Egerben az egyetemen is volt már kiállítás. Tehát úgy, ez, ez a, van egy közösség, akit ez, akit ez érdekel. Nekem az volt a nagyon izgalmas, hogy még az oxfordi kollégáimat is meggyőztem arról, és jó páran be is jöttek, és aztán meg tudtam nekik is mutogatni, és ezt át tudtam nekik adni. Úgyhogy ez egy nagy, nagy élmény volt. És ezt szeretném Bécsbe is csinálni mindenképpen. Ez ilyen idei projekt, vagy egy jövőbeli projekt? Ez így hogyan tudnám megfogalmazni? Jövőbeli. Mindenképpen még konkrét terv nincs, de már abszolút, abszolút beszéltem emberekkel erről. Remélem, hogy hamarosan. Hát sok sikert ez is.